Na jó reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát, jó hajnalt, kinek mi van, ugye? Ahogy szoktam volt mondani. Figyelem, a következő videó megtekintését Rikáli számára nem ajánljuk, csak korlátozottan. Na, meg volt a figyelmeztetés is. Szóval vagyok be a kórházba, és ez most egy ilyen, mert mi más programom lenne, és ez most egy ilyen júniusi agyfasz, éljen június elseje, ének szó, és tant köszöntse. Na, komolyan fordítva a szót, tehát ez most egy júniusi agyfasz, mert hogy itt vagyok június elsején, és igen, kórházi téma lesz, többnyire, bár nem csak az lesz, de ezért mondtam, hogy korlátozott ajánlom Rikálinak, mert Rikálinak már tele van a tökje az én kórházi vlogjaimmal, de más is lesz benne. Na, szóval hogy az van, hogy, bocsánat, igen, arra kell menni, jó van. Na, kicsit eltévedtem. Szóval hogy az van, hogy jelen pillanatban drága nejemnek azért kell elkezdeni a 6. hetet is a kórházba, mert egy specialistára várunk, aki Liverpoolból jön. Ugye Liverpool innen kocsival fél óra se. És van egy kórház, az Aintree kórház, ahol dolgozik egy olyan specialista, aki kell ahhoz, hogy otthonra legyen egy ilyen speciális lélegeztetőgép, tehát hogyha rosszul van az asszony, és megint megemelkedik a széndioxid szintje kb. Duplájára, akkor legyen, ami levigye. Persze többig a csodagyógyszert, vagy minek nevezem, tehát infúziót nem tudunk bekötni, meg semmit, tehát túlságosan sokat nem lennít a dolgon, de hát, hogyha kevésbé van rosszul, tehát éppen csak kezdődik a stáció, akkor hogy hívják? Akkor még meg lehessen fogni a dolgot, és ne kell rögtön visszarohanni a kórházba, mert nem nagyon csipáznám. Bár tény és valahogy most már itt telebek vagyunk a kórházban, tehát most már lassan minden ápolót ismerünk, lassan minden ápoló ismer minket. Ugye van két magyar nővér, akivel jobban vagyunk, és akikkel szoktunk találkozni. Az egyikük még témába is vág, mert az más nővér, úgyhogy tök jó. És azért mégiscsak egyszerűbb magyarul elmagyarázni, aztán jön majd lefordítja angolra az illetékesnek. Szóval tök jó, de mondom, a specialistára várunk, aki ezt a csodagépet beállítja, és amíg az nem jön meg, addig a bea nem jöhet haza. Viszont nem tudjuk, hogy mikor jön meg az az ember, mert ugye ma kapta meg a beutalót, ma küldték el a mondjuk úgy, hogy a beutalót, és az embernek kell ide jönnie, nem nekünk kell oda menni. Hála a jó Istennek, mert kicsit nehezebb lenne. Szóval, hogy nem tudom, hogy lesz, meg mint lesz, de várunk, és amíg várunk, addig telnek a napok, és nem történik semmi, és nem haladunk előre. Persze ez még mindig jobb, mintha otthon lenne rosszul, és most ezért kellene visszajönni a kórházba. De valahogy annyira nem csippantom már én sem ezt a kórházba járkálást, tehát lezárnám már a francba az egészet. Úgyhogy ez ilyen NHS agyfasz volt. A másik agyfasz, az viszont Rikálihoz kapcsolódik, mert infláció. Ugyanis itt csökkent az infláció mértéke Britanniában, állítólag. Azért állítólag, mert a különböző élelmiszeripari termékeket nem nagyon látni ezt, hogy csökkent volna az infláció. Annál is inkább, mert most néztem, jelent meg egy cikk a Publián, hogy például, ami a legnagyobb mértékben drágult egy év alatt, hangsúlyozom, egyetlen év alatt, az a sajt, ami 25%-os drágulást mutat, és ez még ez a teteje, tehát ezen kívül még ugye az összes többi élelmiszer ára is jócskán megdrágult, viszont az az érdekes, hogy bár azt mondják, hogy csökken az infláció mértéke, tehát megyünk kifelé a recesszióból állítólag,
de a boltokban ez annyira nem látszódik, mert jelen pillanatban még mindig van olyan termék, aminek nem csökkent az ára, hanem emelkedik. És oké, nem minden nap vesszük mondjuk, mert sajtot sem veszünk minden nap, de mégis ez egy olyan dolog, hogy ha Magyarországon már luxuscikknek számít lassan a csirkefarhát is, akkor itt mondhatjuk, hogy a sajt számít luxuscikknek. Úgyhogy hát nem tudom, hogy lesz meg, mint lesz, de nem úgy tűnik, hogy nagyon csökkenni akarna az infláció mértéke, ténylegesen, tehát hogy a boltokban is látható módon. Persze mondják azt, hogy a különböző kereskedők, hogy hát igen, hát most attól, mert csökken az infláció, az nem fog azonnal látszódni az árakon, de azt gondolom, hogy ha tényleg olyan ütemben csökken, ahogy mondják a pénzintézetek, akkor viszont már látszódnia kéne. Oké, egy-két terméknek esetleg már elkezdett lejjebb menni az ára, tehát visszább menni, de azért az meg egy olyat, hogy ez étolaj a duplájába kerüljön most már, mint egy évvel vagy másfél évvel ezelőtt, az azért na. Úgyhogy nem egyszerű az élet, de hát ez van, ezt nem kell szeretni. De most nagyon zajos a hely, úgyhogy átmegyek a túloldal, és akkor ott folytatom. Na, átjöttem a túloldal, amire a vlog, de remélem, hogy Sebastian sem fog megorrolni rám a pillanatáj miatt. És a legutóbbi vlogjában például az volt, hogy ő nem nagyon szereti, hogyha pillanatájt használ a videós a felvételekor. Én meg kétszerű vagyok, mert vlogot nem akarok vagdalni, mert ezt így akarok felrakni a YouTube-ra, mert annyira nem érek rá ilyen földi hívságokra, hogy videót vágni, legalábbis vlogot nem. Ahogy hívják ott majd a nagy videót, már amennyire a nagy lesz, az igen, azt majd megvágom, vagy összerakom, vagy mit tudom én. Na, úgyhogy ez most a június elsőjei agyfaszkodásom volt, vagy agyfallozkodásom, abban talán nem köt bele a YouTube. Ó, Istenem, YouTube-ban is csak a gondom. Előre tudja a YouTube is, hogy mit akarunk föltölteni lassan. De hallottam olyat, hogy valakinek már előre letiltotta a videóját. De gondold el, még föl se töltötte a videót, de már előre letiltotta a francba. Hát komolyan mondom. Csak a gond, csak a probléma. Na, jó, mindegy. Kidühögtem magamára. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, köszönöm a lájkot, a kommentet, a megosztást, a donation, egy kreditation, meg a esetleg feliratkozás, mert a feliratkozás nagyon nagy ütemben megy, most akkor fordítsuk vissza megint, és akkor próbáljunk meg feliratkozni. Na, de ennyi volt már a Tivornya, és akkor találkozunk hamarosan egy következő videóban, addig is a pályában.